Folyamatosan dolgozik a markológép a Túr folyó kanyarulatánál Tiszakórót határában. A Tisza túrtározó leeresztő műtárgya épül, amely egy komplex árvízvédelmi rendszer része a Felső Tiszán. A munkálatok a tervek szerint szeptember közepén befejeződnek, legalábbis ezen a szakaszon. Ez a tározó terület egy 16 négyzetkilométeren elhúzódó területrész, amely a Tisza árapasztására fog szolgálni. 5 települést érint, tehát Tiszabecs, Tiszakóród, Tiszacsécse, Milota és Sonkád települések közigazgatási területeit. Ebből megépült Tiszabecs, Milota között egy beeresztőműtárgy, amely közel 1000 köbméter per másodperces beeresztőkapacitással valósult meg, illetve a második legnagyobb műtárgya meg a jelent építési terület, ahol 50 köbméter per szekundum a vízáteresztési kapacitás. A rendszer különlegessége, hogy nem csak a keletkező árvíz tömegét tudja majd kezelni, hanem aszály idején is tud segíteni. Ez a komplex vízgazdálkodási rendszer közép-európai szinten jelenleg egyedülálló megoldásnak számít. A kiépítést a 2001-es árvíz tette szükségessé, amely megmutatta, nagyon rövid az időelőny. Ennek keretében 19-ben pont itt a térségben megvalósult 22 km árvízvédelmi töltésfejlesztés, de azt látjuk, hogy azért ez komplexen kell kezelni. Tehát nem elegendő a töltéseket a végtelenségig magasítani. Szükséges, hogy olyan rendszerelemeket építsünk be a védvonalba, mint ez az árapasztó tározó, amely akkor lép életben, hogyha az árvízvédelmi töltést, terhelését egy nagyobb igénybevétel venné sorra, és akkor lehetőségünk van az árapasztásra. Ilyen rendszer épült a Bereg térségében, a Beregi árapasztóval, illetve a Szamos-Kraszna közé tározó megépülésével is. Úgyhogy ha ezeket a tározókat rendszerbe kapcsoljuk, akkor a teljes magyarországi felső-tiszai szakaszon átlagosan 50 cm-es vízszintcsökkentést tudunk elérni. A vízügyi szakértő elmondta, volt már a 2001-eshez hasonló jelentős árvíz, azonban az hó formájában érte a településeket. Ukrajnában ráadásul időközben olyan árvízvédelmi rendszerek épültek ki, amelyek eredményeként az akkori árvíz most bő 1 méterrel magasabban vonult volna le Magyarországon. Ezért is sürgeti az idő a vízgazdálkodási beruházás munkálatainak befejezését.